Edgar Rice Burroughs, Tarzan a majomember. Első fejezet a tengerre szállás. Ezt a történetet olyan valakitől hallottam, akinek nem volt felhatalmazása arra, hogy elmesélje. Alig, hanem a kiváló bor játszott közre abban, hogy egyáltalán belefogott. Aztán már magam szkeptikus hitetlenkedése, amivel az elbeszélését fogadtam, késztette arra, hogy a következő napok során végig a különös históriát. Amikor már szinte mindent elmondott nekem, és én még mindig hajlamos voltam a kétkedésre, hiúsága vette át azt a szerepet, amelyet kezdetben az óbor töltött be. Egy máladozó kéziratot kotort elő, s hozzá a brit gyarmatügyi hivatal száraz hivatalos jelentéseit, mint írásos bizonyítékokat, hogy a rendkívüli história legjellemzőbb fordulatait alátámaszza. Nem állítom, hogy a történet igaz, hiszen nem voltam tanulja a szóban forgó eseményeknek. De az a tény, hogy most, amikor az olvasó elé tárom, kitalált neveket adok a főszereplőknek, talán elég meggyőzően bizonyítja azon hitem őszinteségét, hogy akár igaz is lehet. Amma bizonyos réges-réghalott férfi naplójának megsárgult penészes lapjai és a gyarmatügyi hivatal feljegyzései tökéletesen beillenek poharazó kedvű vendéglátó elbeszélésébe. Ezért én úgy tárom az olvasó elé a történetet, ahogyan a számtalan különböző forrásból aprólékosan összeszedegettem. Ha az olvasó nem is ad hitelt a történetnek, az bizonyára hozzám hasonlóan el fogja ismerni, hogy egyedülálló, rendkívüli és igen érdekes. Az írásos dokumentumokból kitűnik, hogy egy bizonyos fiatal angol főnemes, akit a továbbiakban John Claytonnak, Greystock lordjának fogunk hívni, azt az igen kényes megbízást kapta, hogy vizsgálja ki az Afrika nyugati partján lévő brit gyarmatokon uralkodó állapotokat. Tudva lévő volt ugyanis, hogy annak afrikai lakói közül egy másik európai hatalom katonákat toboroz maga benszülött hadseregébe. Ennek a hadseregnek pedig az volt a feladata, hogy a Kongó és az Aruvimi mentén lakó vattörzsektől erőszakkal begyűjtse a kaucsukot és az elefántcsontot. A brit gyarmat benszülöttei panaszkodtak, hogy kecsegtető és hangzatos ígéretekkel sok fiatal férfi csaltak lébre. Közöttük azonban legfeljebb néhányan tértek vissza családjukhoz. Az ott élő angolok elmondták, hogy ezek a szerencsétlen feketék valójában rabszolgasorban sinylődnek. Amikor lejár az a határidő, ameddig elszegődtek, fehér tisztjei közlik velük, hogy sok évig kell még szolgálniuk. A gyarmatügyi hivatal John Clayton új hivatali posztjának betöltésére neddelte ugyan Brit-Nyugat-Afrikába, de a vele küldött bizalmas utasítások azt a feladatot tartalmazták, hogy alaposan vizsgálja ki a baráti európai hatalom tisztjeinek tisztességtelen eljárását a fekete bőrű brit alattvalókkal szemben. Mindazonáltal valódi küldetésének e történet szempontjából vajmi kevés a jelentősége, mint hogy nem volt alkalma lefolytatni a vizsgálatot. Soha nem jutott el céljához. Clayton erős, férfias egyéniség volt. Szellemileg, erkölcsileg, fizikailag egyaránt. Az a fajta angol férfi, akivel kapcsolatban az emberben győztes csaták, történelmi érdemek emléke idéződik föl. Magasabb volt az átlagnál. Szeme szürke, vonásai szabályosak voltak és határozottak. Tartása tökéletes. A katonai kiképzés évei során megedződött, kikezdhetetlen egészségről tanúskodott politikai ambíciói miatt jött át a hadseregből a gyarmatügyi hivatalhoz. Még mindig fiatal ember, amikor kényes és fontos küldetéssel a tarsójába feltűnik történetünkben. Amikor megkapta kinevezését, azt olybá vette, mint lelkiismeretes és intelligens szolgálata jól megérdemelt jutalmát, és mint kiinduló pontot jelentősebb és felelősségteljesebb pozíciók felé. Ugyanakkor alig három hónapja kelt egybe Alice Rutherford kisasszonynal, és elborzadt arra a gondolatra, hogy ez a törékeny fiatalasszony magával vigye a trópusi Afrika veszélyekkel teli világába. Az ő kedvéért tehát vissza is utasította volna a kinevezést, de a fiatalasszony ezt nem akarta. Ragaszkodott ahhoz, hogy fogadja el, és őt is vigye magával. A különböző rokonok véleményéről a történetírás mély hallgatásokba burkolódzik. Csak annyit tudunk, hogy 1888 májusának egyik verőfényes reggelén John, Greystock lordja és Lady Alice Doverből hajóval indult útnak Afrika felé. Egy hónap múlva megérkeztek Freetownba, ahol kibéreltek egy Fuvalda nevű kis vitorláshajót. Ezzel kívántak eljutni végső céljukhoz. Ettől kezdve John és felesége Lady Alice hollétéről senki sem szerzett többé tudomást. Végképp eltűntek a figyelő és aggódó szemek elől. Két hónappal azután, hogy Free Tom kikötőjébe felszedték a horgont, egy fél tucat brit hadihajó fésülte át az Atlanti óceán déli részét, hátha a nyomukra vagy a kis vitorlás nyomára bukkannak. Találtak is egy hajóroncsot Szent Ilona partjainál, ami meggyőzte a világot arról, hogy a fuvalda fedélzetén tartózkodókkal egyetemben elsüllyedt. A kutatást ezzel le is állították, bár az aggódók szívében még hosszú évekig élt a remény. A fuvalda, ez a mint egy száz tonnás, három árbocos vitorlás olyan hajó volt, amely mindennapos látványnak számít az Atlanti óceán legdélibb részének partmenti kereskedelmében. Legénységük a tengerészek söpredékéből, az alvilág rejtőzködni kívánó figuráiból, akasztó fára való orgyilkosokból és hasfelmetszőkből vermúbálódik. A fuvalda sem volt kivétel. Tisztjai sötét lelkű garázda alakok voltak. Gyűlölték a legénységet, s azok is őket. A kapitány bár hozzáértő tengerész volt, brutálisan bánt embereivel. A velük való érintkezés során mindössze két érvet ismert. Egy kötél vaspálcát és egy revolvert. Mellesleg nem is nagyon valószínű, hogy a gyűlevész legénység bármi másból értett volna. Itt történt aztán, hogy útjuk második napjától John Clayton és fiatal felesége olyan jeleneteknek volt szemtanúja a fuvalda fedélzetén, amelyről soha nem hitték volna, hogy a tengeri történeteket elbeszélő könyvek lapjain kívül bárhol másodt is lejátszódhatnak. A második nap reggelén két matróz sikálta éppen a fuvalda fedélzetét. Az első tiszt volt szolgálatban. A kapitány pedig megállt John Clayton és Lady Alice mellett egy kis beszélgetésre. A tengerészek a kis társaságnak háttal fordulva végezték munkájukat. A beszélgetők eközben másfelé figyeltek, nem a két matrózda, akik mind közelebb és közelebb kerültek hozzájuk. Egyikük már közvetlenül a kapitány háta mögött dolgozott, és egy másodperc kellett volna még, hogy tovább haladjon. Ám a hajós tiszt éppen ebben a pillanatban megfordult. Megbotlott a matrózba, és teljes hosszában elvágódott a fedélzetem. Felborította a vizes vödröt is, amelynek mocskos tartalma ruhájára ömlött. A jelenet komikusnak tűnt, de csak egy pillanatra. A kapitány rettenetes szitkokat a dűttől és a megaláztatástól víbor vörös arccal tápászkodott fel. Egy hatalmas ökölcsapással leütötte a fickót, aki menten a fedézetre rogyott. A tett brutalitását csak még jobban kiemelte, hogy a matróz kistermetű és elég idős ember volt. A másik matróz viszont nem volt sem öreg, sem kis növésű. Inkább jól megtermett medvére emlékeztetett fenyegetően meredező fekete bajuszával, vaskos bikanyakával és hatalmas vállaival. Amikor látta, hogy a társa elterül, megfeszült a teste, majd a kapitányra vetette magát, aki azonnal térre rogyott. A hajós tiszt arca bíbor vörösből fehérré váltott. Ez lázadásnak számított, s neki brutalitásokkal teli pályafutása során már volt része korábban is lázadásba, s annak leverésébe. Fel sem kelt a földről, hanem azonnal előrántotta a revolverét, és egyből rálőtt az előtte tornyosuló izomkolosztusra. Bármilyen gyors is volt azonban, John Clayton megelőzte. Lord Greystock a napfénybe megcsillanó fegyver láttán azonnal rácsapott a kapitány karjára. Így aztán a matró szívének szánt golyók csupán a lábát találta el. Ezután szóváltás zajlott le Clayton és a kapitány között. Az előbbi nyíltan megmondta, mennyire felháborítja a legénységgel szemben tapasztalt brutalitás, és hogy az ilyesfajta bánásmódot nem is fogja a továbbiakban eltörni, mindaddig, amíg ő és Lady Greystock a hajó utasa. A kapitánynak a nyelvehegyén volt már a goromba válasz, de aztán jobb belátásra tért. Sarkon fordult és sötét, mogorva képpel elcsörtetett a hajótatja felé. Nem volt kedve szembeszállni egy hivatalos angol személlyel, mert tudta, hogy a királynő kezében olyan hatékony megtorlóeszköz van, anglia minden hatóhandi rengerészete, amelyet méltányolni és félnie kell. A két matróz közben összeszedte magát. Az idősebb férfi segített társának fölkelni a földről. A tagba szakadt fickó, akit szimborái fekete Michael néven emlegettek, óvatosan próbálta a lábát, majd látva, hogy rá tud állni, Claytonhoz fordult, és köszönetképpen néhány szót dörmögött felé. A fickó hangja nyers volt ugyan, de egyértelműnek tűnt, hogy a szavait jó szándék vezérli. Amikor végére ért pár szavas mondókájának, megfordult és sántikálva elindult a legénységi kabin felé. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy elejét vegye minden további beszélgetésnek. Ezután napokig nem látták, s a kapitány sem méltatta őket többnyire néhány kurtán odavetett szónál. Lord és Lady Greystock az ő kabinjában étkezett ugyanúgy, mint a szerencsétlen incidenst megelőzően. Ám a kapitány gondosan ügyelt arra, hogy a szolgálati kötelmei miatt soha ne legyen alkalma velük egy időben enni. Közönséges, faragatlan fickó volt a többi hajós tiszt is. Csak alig valamivel jobbak a legénységnél. Mindegyikük boldog volt, ha elkerülhette a társadalmi érintkezést a választékos modorú angol főnevessel és hitmesével. Így azután a Clayton házas párt nagyon is magára maradt. Ez megfelelt ugyan leghőbb óhajuknak, de egyben eléggé eliszigetelte őket a kis hajó életétől. Így nem volt módjuk nyomon követni a mindennapok eseményeit, amelyek hamarosan véres tragédiába torkollottak. Az egész hajón a levegőben érződött az a meghatározhatatlan valami, ami mindig katasztrófák előhírnöke. Kifelé Claytonék számára úgy tűnhetett, hogy a kis vitorláson minden ugyanúgy zajlik, mint az előtt, de hogy egy felszín alatti áramlás valami ismeretlen veszély felé sodorja őket, azt mindketten érezték, még ha nem is beszéltek róla egymás közt. A fekete Michael megsebesülését követő második napon Clayton pont jókor ért a fedélzetre, hogy lássa. A legénység egyik maga tehetetlen tagját négy társa viszi éppen lefelé, miközben az első tiszt egy súlyos kötérrögzítő vaspálcával a kezében fenyegetően méregeti a mogorva matrózok kis csoportját. Clayton nem kérdezett semmit. Minden világos volt a számára. És a rákövetkezendő napon, amikor a brit hadihajó félelmes körvonalai kezdtek kirajzolódni a távoli horizonton, félig meddig eldöntötte magába, követelni fogja, hogy őt és Lady Eliszt tegyék át a másik hajó fedélzetére. Egyre határozottabban érezte, hogy csak baj lehet abból, ha továbbra is a baljós csillagzatú fuvaldán maradnak. Dél felé halló távolságon belőle kerültek a brit hajótól. Clayton már már elhatározta, hogy megmondja a kapitánynak, át akar szállni a hadihajó fedélzetére. Ekkor azonban világossá vált, hogy mennyire nevetséges lenne egy ilyesfajta kéréssel előhozakodnia. Miféle indokot adhatna elő az ő felsége hajóját vezénylő tisztnek? Hogy magyarázná meg? Vissza fordulni ugyanoda, ahonnan épp csak elindult. Mondja azt nekik, hogy két fegyelemsértő matrózt a tisztek durván bántalmaztak. A szemébe nevetnének. Azt az óhaját pedig, hogy el akarja hagyni a hajót, csak egy valaminek tulajdoníthatták, gyávaságának. John Clayton, Greystock lordja nem kérte, hogy szállítsák át a brit hadihajóra. hajóra. Késő délután még látta, mint a tengerből kiemelkedő sötét tömeg végleg eltűnik a látóhatáron. Akkor már hiába tudta azt, ami legrosszabb félelmeit igazolta. Hiába átkozta magát, hogy ostoba büszkeségére hallgatva nem helyezte biztonságba fiatal feleségét röpke néhány órával korábban. Ez a lehetőség immár mindörökre semmivé foszlott. Kora délután történt, hogy az idősebb, alacsony tengerész, akit a kapitány néhány nappal korábban letaglózott, Clayton és felesége közelébe merészkedett. A hajó oldalánál álltak, és a hatalmas hadihajó mind parányi váló körvonalait figyelték. Az öreg a részszerelvényeket fényesítette, és addig-addig oldalazgatott, amíg egyszer csak egészen közel jutott a Clayton házas párhoz. Akkor folytott hangon megszólalt. Poklok, pokla lesz, uram, ezen a hajón, itten. Jegyezze meg azért, amit mondok, uram. Poklok, pokla, – Hogy érti ezt, jó ember? – kérdezte Clayton. – Hát nem lássa, mi megyen itten? Nem hallotta, hogy ez az ördögfatja kapitány meg a cimburái kiverik még azt a rohadt lelket is a fele legénységből. – Tegnap kettőnek verték be a fejét, máma háromnak. Fekete Michaelnak is, meg újaknak is, és ő nem olyan gyerek, aki lenyeli, nem ám, és jegyezze meg azért, amit mondok, uram. Úgy érti jó ember, hogy a legénység lázadásra készül? kérdezte Clayton. – Lázadásra! – kiáltott fel az öreg. – Lázadásra! Gyilkolást akarnak, uram, és jegyezze meg azért, amit mondok, uram. – Mikor? – Meg lesz a leszámolás, uram, meg lesz a leszámolás, de nem mondom meg Mikó, és már így is sokat jártattam a szám most, de maga olyan jóféle volt a minap, aztán meggondoltam, nem lesz jó, mert csak figyelmeztetem rá, de néma legyen a nyelve a szájába, és ha lődözést ha menjen le és maradjon ott. Szóval így vagyunk. Csak néma legyen a nyelve a szájába, mert másképpen golyót kaphat az ódalába, és jegyezze meg azért, amit mondok, uram. Azzal az öreg folytatta a munkáját, és közben mind távolabb került attól a helytől, ahol a Clayton házas pár áldogált. Pokoliuk a kilátásaink, Elis, mondta Clayton. Azonnal figyelmeztetned kell a kapitány John. Ezzel talán még elháríthatjuk a bajt, felelt az asszony. Mi tagadás valóban ezt kellene tennem, de bizonyos önző érdekek miatt afelé hajlok, hogy legyen néma a nyelvem a szájamba. Akármire készülnek is, Elis, minket meg fognak kímélni erismerésük jeléjül. Hiszen kiálltam emellett a fekete Michael nevű fickó mellett is. Ha viszont rájönnek, hogy elárultam őket, nem lesznek könyörületesek irántunk. Neked egy kötelességed van, John, az, hogy a jog szerinti hatalom érdekeit képviselt. Ha nem figyelmezteted a kapitányt, ugyanolyan bűnrészes vagy abban, ami következik, mintha segédkezet nyújtanál az összeesküvéshez, sőt, mintha a végrehajtásba is tevékenyen részt vennél. Te ezt nem érted, drágám, felejtek Clayton. Nekem rád kell gondolnom. Miért kellene hát nekem azt kockáztatnom, hogy elképzelhetetlen rémségeknek tegyem ki a feleségemet azáltal, hogy valószínűleg hasztalan próbálom megmenteni a kapitányt elvakult brutalitásának következményeitől? Fogalmat sincs, drágám, mi következik itt, ha az a gyilkos banda kezébe kaparintja az uralmat a fuvaldám. A kötelesség kötelesség, John. Akárhogy csűrjük, csavarjuk is a szót. Nem volnék méltó arra, hogy egy angol lord felesége legyek, ha magamra vállalnám annak ódiumát, hogy a férjem kivonja magát egyértelmű kötelessége alól. Tisztával vagyok a veszéllyel, amely előállhat, de ha melletted vagyok, kész vagyok szembenézni vele. Legyen hát, ahogy akarod, felelt a férfi mosolyogva. Lehet, hogy feleslegesen aggódunk, nem tetszik ugyan nekem, ahogyan a dolgok mennek ezen a hajón, de végtére hát, ha nem is olyan nagy a baj. Hiszen az is lehet, hogy az öreg tengerés csak szíve vágyának adott hangot és nem valóságos tényekről beszélt. Száz évvel ezelőtt a lázadás kint a nyílt tengere mindennapos dolognak számított, de hát ebben a mostani 1888-as esztendőbe a legkevésbé sem valószínű, hogy bekövetkezhet. Na, éppen ott megy a kapitány a kabinja felé. Ha most megyek és figyelmeztetem, hamar túlesek ezen a keserves dolgom. Máskülönben nem nagyon akaródzik szóba állni ezzel a vadállattal. Azzal hanyak léptekkel elsétált a kajüt lépcső irányába, amelyen a kapitány az imént ment le. Egy pillanattal később bekopogott az ajtó. – Búj be! – hallatszott a hajós tiszt mély dörmögése. Amikor Clayton belépett a kabinba és becsukta maga mögött az ajtót, csak ennyit vetett oda. – Nos, azért jöttem, hogy elmondjam egy beszélgetés lényegét, amelynek fültanúja voltam. Úgy érzem, hogy bár esetleg nem jelent semmit, de az is lehet, hogy fel kell készülnie rá. Röviden, az emberek lázadásra és gyilkosságra készülnek. Hazudik, bődült el a kapitány. Én figyelmeztetem, ha ismét beavatkozik a fegyelmezés dolgába, vagy olyasmibe ártja magát, ami nem tartozik magára, akkor vállalnia kell a következményeket. Én fütyülök arra, hogy maga angol lord-e, vagy sem. Ezen a hajón én vagyok a kapitány, maga pedig ezentúl ne üsse bele az órát a dolgaimba. A kapitány annyira felhelgelte magát, hogy szabályos dürohamot kapott. Teljesen bíbor színűre vált az arca, és az utolsó szavak alatt már úgy völtött, ahogy a torkán kifért. Közben, mint egy nyomatékként, egyik hatalmas öklével hangosan csapkodta az asztalt, a másikkal pedig Clayton orra előtt hadonázott. Claytonnak a szeme sem rebben, csak állt a helyén, és egyherdű tekintettel bámulta a magából kikelt férfit. – Billings, kapitány! – mondta végül kimérten. Már megbocsásson az egyenes szóért, de nem mondhatok mást, mint hogy maga egy tök vilkó. Aztán megfordult, és hanyag nem törődömséggel magára hagyta a dühöngő kapitányt. Ez sokkal jobban felbosszantotta Billings kapitányt, mint az esetleges szitkoközöne. közöne. A kapitány minden bizonyal könnyűszerre rávehető lett volna, hogy megbánja elharmalkodott szavait, ha Clayton megpróbálja megbékíteni. Így viszont megrekedt annál a lelki állapotnál, amelyben Clayton magára hagyta. Ezzel szerte fosztott a mindkettőjük közös javára való együttműködés utolsó lehetősége is. Nos, hát, Elis, mondta Clayton, mikor visszaért a feleségéhez. Úgy látszik, tartoztam az ördögnek egy úttal. A fickó igen háládatlannak mutatkozott. Úgy nekem ugrott, mint egy veszett kutya. Vigye előtt az ördög az ócska hajójával együtt. Törődöm is én vele. Addig pedig, míg ébbőrrel ki nem kerültünk a hajóból, minden erőmmel a magunk biztonságára fogok ügyelni. És azt hiszem, hogy ennek érdekében első lépésként legjobb hátvizsgálom a revolvereimet. Már bánom, hogy a puskákat és a lőszert leraktuk a többi holmi közé a hajó fenékbe. Szálláshelyüket fenekestől felforgatva találták. A felnyitott ládáikból és zsákjaikból kihaigált ruhák szanaszét hevertek a kis lakosztályban még az ágyukat is darabokra szedte szét a hivatlan látogató. – Szemmel látható, hogy valaki nagyobb figyelmet szentelt a holminknak, mint mi – mondta Clayton. – Nézzünk körül, Alice, lássuk, mi tűnt el. Az alapos kutatás eredményeként azt a tényt sikerült megállapítaniuk, hogy semmi más nem vittek el, csak Clayton két revolverét és az ezekhez félretett kis mennyiségű gülőszert. – Pont ezek azok a dolgok, amelyeknek a leginkább örültem volna, ha megmaradnak – mondta Clayton. Az a tény, hogy ezekre fájta foguk, és csak is ezekre, nem sok jóval bíztat. Mit csináljunk, John? kérdezte a felesége. Talán igazad volt abban, hogy a legjobban tesszük, ha semleges álláspontot foglalunk el. Ha a tisztek képesek lesznek megakadályozni a lázadást, nincs mitől félnünk. Ha a lázadók győzedelmeskednek, egyetlen halvár reménységünk az lehet, hogy nem próbálunk meg az útjukba állni. Igazad van, Elis. Legjobb, ha az arany középutat válasszuk. Éppen neki láttak a kabinjuk rendberakásának, amikor szinte egyszerre figyeltek fel arra a papír darabkára, amelynek sarka az ajtó és a küszöb között kandikált be. Amikor Clayton lehajolt érte, meghökkenve látta, hogy a papíros tovább mozog a szoba belsejébe. Végre rájött. Valaki odakintről tolja befelé. Gyorsan és nesztelenül a gömbfogantyú után nyúlt, hogy felrántsa az ajtót. Egyszer csak felesége keze érintette meg a csuklóját. – Ne, suttogta az asszony. – Láthatatlanok akarnak maradni. Fogadjuk ezt el. Ne feled, mit mondtál az arany középútról. Clayton elmosolyodott és leengedte a karját. Így azután csak álltak ott és figyelték a kis fehér papírlapot, míg csak teljesen be nem csúszott az ajtó alatt a padlóra. Clayton lehajolt és felvette. Koszos, fehér papírdalap volt ügyetlen kézzel hajtogatták, nagyjából négyzet alakúra. Szétnyitva egy kezdetlegesen megfogalmazott üzenetet találtak rajta, szinte olvashatatlan írással, és sok egyéb bizonyítékkal arra nézve, hogy írójának nem igazán kenyere a betűvetés. Azt silabizálták ki belőle, hogy figyelmezteti a klétonházas párt, tartózkodjék a revolverek eltűnésének bejelentésétől, vagy annak továbbadásáról, amit az öreg matróz mondott el nekik. Másképp halálfiai. – Na, úgy látom, szépen vagyunk – mondta Clayton gyászos mosolyjal az arcán. – Nem igen tehetünk mást, mint hogy leülünk a fenekünkre, és bevárjuk, bármi történik is. –